Sziasztok srácok, ügyfiúk, lányok a csatornámon, Deren csatornáján vagytok, üdvözlök mindenkit, és a legújabb magyar módot sikerült felraknom. Elég rég nem volt, nem foglalkoztam a móddal, de jó, most jött ki, nemrég 27-én jött ki egy módosítás, ami már a legújabb, legfrissebb verzióval is működik. Így úgy voltam vele, 0928-as verziós számmal van. És úgy voltam vele, hogy csinálok belőle egy bemutatót. Nagyon régen volt vele Stargon szemben. Hát igen, ilyenkor újra kell ugye rakni a cuccokat, és nem nagyon van az embernek pénz, és a saját kamionja. Csalni meg nem akarok. Úgyhogy úgy vagyok vele, hogy... Hát szép lassan majd összejön majd a kamionra, de hát most én nagyon-nagyon csóró vagyok. Főleg most még nagyon kevés fuvar van. Ez mi? Merci. Vagyom. Úgy tudom, hogy nem került be új város, viszont textúrák lettek javítva. Előfordult ugye a móddal, nem látok szort se. Előfordult a móddal, hogy ugye beleakadtál láthatatlan falakba, stb. Többnyire ezek lettek javítva. Illetve beraktam egy saját, hát jó, nem saját, de egy másfajta felhős réder témát. És mondjuk a különbséget én nem látom, már elvileg be lehetne kapcsolni ezzel. És disabled. Enabled. Ez közel volt. Szóval nem látom én a különbséget igazából. Az a baj, hogy esőnél kezdtünk. Teljesen szabályos leszek. De be a városa. Inkább így nem a gyere. Ja, meg gyerekek, hát valami zenét nyomjunk már valami musicot. Még Pidi. Valami fényárnyék módosítás is belettéve, meg draft traffic módosítások. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Az a fény ott oldalt, az elég... Menj már! Menj már, mit húz az autó! Elvileg a felhő is más, de hát mondjuk más. Mondjuk látszik. Sokkal jobb a felbontása. Ezáltal mondjuk gépigényesebb egy kicsit, de hát ez van, ezt kell szeretni. Van szabályos leszek, mint egy részeg biciklis. Én is megnézek a felhőket. Na, jobb, mint volt. Hogy ne a gyár legyen. És én nem is tudtam, hogy bizony ugyanúgy megadja az achievementeket a Steam. Gond nélkül be lehet zsákolni a magyar módját. Magyar mód közben is, miközben azzal játszik az ember. Na talán elapad az eső. Úgy látom. És akkor vele meg tudom nézni, hogy milyen a skybox. Ó, nem rossz, nem rossz. Hát ezt itt most itt így csináltuk-e? Igen, belvárosnál azért érzem a frame-et. Szó se róla. Nem kérjük most már a... Félre kéne állni, valahol meg akarom nézni a skybox milyen. Volt ilyen nagyon... Hey! Olyan fékem, hogy beszalsz. Hát egy fokkal jobb, mint a más. Érdekes fényjelnék közé van. Jó,
Nem rossz, nem rossz, olyan, hogyha kevés lesz a felhő, mert komolyabban fog szembesütni a nap, arra vagyok kíváncsi, hogy úgy milyen. Textúrák tekintetében nem módosítottam semmit, ez például csak a mód maga. Nagyon-nagyon régen nem volt gyűlözekkes videó. És pont ma kommenteltek oda, és ránéztem a módra. Mert ugye csináltam egy ilyen építőiparos játékot. Szerintem ez hangos lesz. Amikor ez ordítson annyira. Szerintem lekapcsoltam azért, ugye? Jó. Nyomd le a következő gombot, volt csak felkapcsolása. Okay. Sárga. Nagyon sárgánál már indul a busz. No hát mire mondjuk, elér odáig. Nagyon szépek a modellek, főleg a fullra húzva a tükröződés, meg cserélve vannak a fák is. Egyébként az módban külön bele van rakva. Itt a belvárosnál az érzem a frémet 2K-n. El szeretnék indítani végül is egy sorozatot, amit már régóta tervezek, és mostanában nem kívánok... Meki! Nem kívánok újra... Várjál, majd meg kellett volna kanyarodnom. Jó, hogy kemény a fék, viszont... leúltam ott a retarder, hogy valami, maga a motorfék annyira megfogja a kamion, nézzen el. Na mennyi, már baszok. Hihetetlen. Majd ezt meg kell nézem, hát hogy milyen szép az ilyen. Aha, kezdődik. Apa, kezdődik. Igen, ott amelyre borús, arra szürke, hát hogy meg kék. Ez a szilvás módszer. Fasza, jó lett. Tesco. Gazdaságos. Érül a füvet vettem le. De jó, hogy nem akadtam vele, baze. És farőgöket viszek. Hozzá ide hoztuk. Biztosságot becsülje! Hát ez a szokásos. Megfordulunk, kihúzzuk az elejét. Azt visszatolhatunk szépen. Lazába! Uff, közelre meg is olyan pixeles textúra. Basz meg! Erudály! Hol megszólalt a telefonom? Na? Mi a nem fogadta el, vagy mi a picsa volt? Ne idegesítsi a fal. Nem fogadta el a genyó. Genyó! És remélem jó lesz. Paszkikoli. Hát az kiváló, de pedig ott lesz sérülés. Sérülés, ehe. Kellemetlen. Elvallom még egy gyors volt, ehe. Hat misión van már. Hát az lófasza nem elég. Legalább egy 50-70 milliót össze kéne szedni. Hey! Belehallott szórok! A chili forom! Na, nem akarok túl hosszút, de ez elég értékes. Na most nyomású tartály. Ugye minden módnál, amikor ugye felteszed a módot, újra új mentés kell, új játékot kell kezdeni. És ez annyiból változott, annyiból abszolválja a mód, hogy kapsz 4 milliót körülbelül, 4 millió 5-öt, vagy valami így. Nincs az, hogy nulláról kezded. Ó, de kemény. Nagyon babeszkú, pedig DAF, nem szeretjük a DAF-ot.
De hát ez van. Arra megyünk. Bírok jönni ki? Jó. Nem áll mellettem semmi. Előfordult ilyen bug egyébként, hogy indultam el. És pont berakott oda egy trélert, ahol mennem kellett volna, ahol be kellett volna mindjárt rakni az árut. Ott nyomtam egy entert, úgy tapasztalati pontot, de hát ez van, nem jön senki, nem néztem ki. A szabály is minden része biciklis. Nem is kell messzire vinnunk a szabályra. Szeretem az ilyen rövid fuvarokat. A hosszúakkal sincs semmi bajom, de oda kell valami téma, amit az ember tud szövegelni közben. Ez úgy jobb. Jön valami? Nem láttam. Valami gyors gombra rá kell rakni a kitekintek című megoldást. Hát ilyen a felhőzet. Hátam mögött jó, de szemből boros. Meg van, nézzük már meg milyen. Már nem meleke kanyarodni, most nem barjálom. Jó a kamion belülről viszont. Ugye, mivel nem saját, nem nincs benne semmilyen tuning. Ez ugye a teljesítményen is meglátszik egyébként. Tesco-ba hoztuk a cuccot. Érdekes. Én meg a kültéri fuvarokat sokkal jobban fut a játék, hogy nem a belvárni sem megyek, ugye tele van mappolva. És minél több a mappalány, és minél több a berakott jármű. Annál durvább. Egyébként vidéki viszonylatban kicsit túlmappolt még mindig a mód, én azt mondom. Nyilván nem. Várjátok be. Itt azt mondja, hogy? Ez most komoly? És direkt ugye a két kamion közül, ne legyen egyszerű rám. Muszájok erre elvinni, ha elbírom. Elbírom. És most van az, hogy nem kell már ez a szar, de viszont kell egy másik. Viszont kell a másik tükör. Nem ma kezdtem tegnap. Egyébként. Bírom ezeket, egyre durvább is. Tök az elején vagyok erdélem, milyen bálások lesznek még, mert ez nehéz kategória szerintem. Hogy csak úgy sutyi-putyi. Beleje neki a rája. Jó. Elvileg. Föltekár mindent. Kiváló. De jó, mert a TP pont az azért jó. Lehet fejlődni gyorsabban. Hogyha az ember nem csalinkázik, ugye egyáltalán. Na mit vállaljunk? Nem akarok túl távoliakat sem. Pest közép, Csepel. Csináljunk egy Csepel itt. Úgyhogy elvileg a módban új városok nem kerültek be, viszont mappolások, textúrák, új járművek, hibajavítások, és végre ténylegesen a legfrissebb móddal is kompatibilis a cucc. Na most látjátok, milyen a felhő. Hát úgy ilyen. Nem rossz amúgy. Jobb, mint amit alapba ad szerintem egyébként. Na jó, guruljunk. Nyilván nem visszük messzire. Valószínű, hogy a videósorozatban 2K lesz majd. Ó, de szép a Duna.
Az Erzsébeti híd, aminek már csak elvileg a fele van meg a valóságban. Már úgy ért, hogy a forgalom a felére csökkent rajta. Azt ismerem, szeretem ezt az útvonalat. Laza vagyok, kevés vagyok, amíg egyszer belém nem jönnek. Sost a kamion, baszki. Most egyenesen kell menni. Nem meghagyom. Hát, kicsit fura a felhőzet. Van egy ilyen nagyon világos... Aj, tehénkék jobbra! Van egy nagyon világos megoldású felhő megoldásos megoldás. Bocsi. Kicsit szabálytalankodunk. Nem akarom elhúzni órákig. Nem is visszük messzire. Ez a tanács esztén? Ez komoly. Butik, azt mondja! Hát ez nem így néz ki a valóságban. Ez mi az a 2-16 cm? Mi az a izé lenne csepelműve? Csepelműve kell bevinnem a cuccot? De várjál, csöpőműveknek ott kérem el. Ott is van a hív. Meg kell néznem arra. De arra is megyek. Akkor ez a csöpőművekbe viszem. Akkor mi az a másik? A papírgyár a másik. Meg ugye itt a templom, meg... Aha, kurva jó, meg ott csinálom. Fölismerhető, fogalmazunk így inkább. Ott van a csepelművelnek a 1-es vagy a 2-es kapuja, már meg nem mondom melyik. Szembe velünk. Plusz a csepeli hív a borárosra megy jobbra. És át is kell mennem? Be a gyárba. Fasza. Mi ez? Skoda. Nem Skoda gyár van a csepelművekben. Létezik? Elképzelhető. Nekem mondjuk új. Én nagyon régen Csepelen laktam, kicsi kokoromban, ott nőttem fel. Azért is raktam a székelyemet Csepelre. Megint valami szopatós lesz, mi? Szivatós az is. Ott a csepeli víztarany. Az egyik bemutatónál pont... Hogy meg kisebb lezítek ki a traktort. Az egyik izénél... Most nem... Én direkt jöttem be így amúgy. Hehe. Kurva jól meg van csinálva, nem tudom, a modellt honnan szedték, de rohadt hasonlít. Amúgy. Jó, én ezzel most nem variálok. Forogjon a tökön. Folytatás, és akkor még egy valamit elvállalunk. Van kis rövidet. Ülő, ülő, Pest észak. Pest közé. Jó, legyen ülő. Nem nagyon tevékenykedtem. Ugye mivel a játék elején vagyok, sok minden nem láttam még. Ugye a módból. És mostanában nem is fogom újrahúzni, hogyha javítás jön ki talán akkor, de nem fogok vele variálni, mert azért nem jutott soha semmire a sorozat, hogy több videó legyen benne. De mindig újra kellett húzni, visszafrissíteni, szarakodni, mit tudom én. De most, hogy már ráadásul ugye benne van és most a kompatibilis rendesen ugye a legfrissebb verzióval, így nyilván egyszerűbb amúgy nyilván elindítani, meg működésre bírni, meg ilyenek. Elvileg mások a bokrok, mások a fák. Az égbolt más, meg ugye a magyar mód az, ami benne van. Hát ezt nem hoztuk messzire. Mielőtt szomorú.
Hát ez a szokásos, alászedjük. És kimegyünk. És aztán szépen visszatolhatunk. Lehet, hogy még bevállalok valamit. Csak nem akarok túl hosszút sem. Mert úgy akarom csinálni, hogy is az lesz a sorozatnak a lényege, hogy a városokat fogja takarni. Egy odaút, meg egy visszaút erejéig szerintem. Jó van, bazd meg, ne durálj! Látom, hogy fasz vagyok. Nyomja a dudát a barom. Akkor még egyet találom, srácom. Kíváncsi leszek, hogy milyen minőségben, hogy fog futni a téma. Hogy érdemesen UHD-ra váltalom videódás szempontjából. Már azok a játékok, amik nem ölik meg a gépemet közben természetesen, mert azért az egy elég gyömről-gyömről. Várják egy gyömről-gyömről. 24 tonna. 3 perc, 1 perc, 3 perc, várjál. Sziget-Szemiklós Dél-Pest, legyen most ez. Ez elvileg nem olyan hosszú, remélem, hogy 8 órásat vállaltam el. Hol-hol-ba vagyunk, ez a pozitív dolog. Jó, be vagy mappolva, apukám. Hány kilométer ez? 13. Jó, hát ez még belefér. Nagyon szép ilyen felbontáson a játék. És mondom, 200-as rendelésem van, és minden fúra van húzva. Meg a vertikál szinkron mondjuk nincs rajta, de nekem szerencsém van, mert nekem valamiért nem mindig látszik a vertikál csúszás. Én látom játék közben, de a videó közben nem lehet látni. Valamiért ezt összedolgozza. Úgyhogy ennyiből ezt lekopogom. Szerencsés vagyok. Meg volt a kopogás, majdnem ütköztök is egyet miatta. De azért ilyen teljesítményen már látszik, hogy néha távolabbra tolja be a dolgokat. Tehénkék megint csak. Déjà vu-m van. Abban maradt a zene. Piros, szuper piros. Sű, mi fékem van, gyerekek. Lehet, hogy nem realisztikus. Sőt, biztos, hogy nem az. Milyen zajok vannak, baszod. Az mi volt? Ez nem tudom, milyen zaj volt. Balost. Szuper zöld, mindenki látta. Hát szebb az ég, azt kell mondjam. Ja, mondjuk borúsabbnak tűnik. Vagy lehet, hogy annyira, hogy az eső miatt borús. Ugye ezt le kéne nyomni, hülye gyerek. Eltolom a kis mercit magam elől. Ugye te nem kanyarodsz le. Nem a fasz, nem. Index meg sehol, hallod? Húzi! Tudjuk befordulni, úgyhogy ne akadjak így nagyon be. A táblát majdnem kivisszük és van. Lehet prezentálni faszán a kanyarodást.
Budaörs sziget, Szemiklós, Dunaharaszti, Baja. Baja, Dunaharaszti, Győr, Balaton, sziget, Szemiklós. Egyenesen, majdnem letoltuk a Ford Focust, meg Escort. És modellek vannak, és oda volt, és oda volt, bocsánat. Bazd meg! És remélem nem büntetett meg, milyen röccel volt. Csak nem büntetett meg, remélem. Ó, milyen röccel van. Tölti a Dunát, hogy azt tudja, mi volt ez. Kicsit olyan fura ez a felhőzet. De hátul faszaszíne van meg minden, de el olyan túlvilágos. Tűnik. Valami miatt. Alsó tükörben is jó. Jobb oldaliban is jó. Szemben meg olyan nagyon világos színe van. Meg kell mennem. Oly ne basszák ki velem! Kolléga úr! Jó van. Meghallgattak az imáim. Az meg mi forgalom van már itt? Hülye vagy? Meg fogok állni. Muszáj vagyok benne meg. Jó, oké. Okay. Jaj! Anyád. Igen, nekem görgőre van állítva. A körbenézés. Muszáj így alá szedni, mert meghúzom a kamiont, azt a kocikét. Fizetetek egy vagyont, arra van Szeged. Úgyhogy még egyszer összezésébb a módban nincs, nincs új város, de nem is baj. Szép, szép lesz ezt így is bejárni. Kíváncsi, hogy fogok-e találni ilyen hibát. Neki még a semminek, hogy valami olyan durva íze. Rá is találtunk Sziget Szemiklós városára. Csapatunk is egy jobbost. Körülbelül egy rész, úgy tervezem, úgy lesznek a részek, hogy egy rész oda, egy rész onnan el, és lehetőleg ugyanaz. És akkor így tervezem majd a sorozatot, ami városba el lehet menni, oda mindenképp el szeretnék. Persze természetesen, majd lehet, hogy lesz olyan is, hogy simán az új, ha lesz kamionom, még eljutok odáig. Ó, faszomba kell megállni. Azt most neked muszáj volt kiírni, bazd meg. Ez még a jobbik eset. Pont elférünk, nagyon szép. Lesz-e olyan hosszú? Hát mondjuk a biztonságért a simán elgázolom. Úgyis csak CB-zel egész nap, te mocskos állat! Mi? Jó, hogy ezzel nem ad büntit. Húzzam ki azért előre valamány. Fél millimétert. Jó. Vőcse, aki a rövidebb fuvarokat amúgy, hogy visszarázódjak bele. Elvárunk még egy rövidet, hát akkor meg lesz a szintlép, és úgy látom, hogy nem lett meg. Na most már fúval rendesen. Mi ez gyömrő gyömrő? Délpest Csepel legyen ez most. És sem tűnik túl nagynak. Fúval ügyileg. Na. A másik zene kéne. Na azt mondja, hogy azt mondja.
Oké. Egyik kamionban sincs navigáció, és ez gáz. Ez a helyzet. Öcs. Ki kell kanyarodnom, de durva. Hú, valamit nagyon beakasztott, mondom a forgalomot töltötte. Tehénkék is ismételtem. Pofátlanban nyomjuk. Tudom, hogy ez beválik. Még a szabálytalan is. Aki, hogy álljanak. És azt mondja, ez vagy csak 6 kilométeres, és van valami hív. Nagyon jók a BKV buszok amúgy. Rajtjó meg van csinálva. Nem rossz ez a felhő, szép. Most már nem az a vad likítós előttem. Most mondjuk mögöttem egy kicsit olyan, de mindig borús vagyok című. Az mi volt? Ja most jó, ha? Tudom, hol vagyok, jó. A Cseppel Erzsébet összeköt a hímek felújárójára. Igen, úgy veszem észre, hogy a plusz jármű, mert tele van mappolva minden. És azoknak a lerakása, mozgása közben vannak az összeim. Kicsit lejjebb kell húzni a játékot annyi. És akkor jó lesz. Majd azok a részek majd körülbelül ilyen minőségben lesznek majd. Azért jó, mert a YouTube nem cseszi szét. És jó, hogy egy videó 50 giga, meg másfél napig dolgozza, de nézegettem a, és nagyon sok a 720p-s videó is, ami nem annyira izé, ezek a törlöm. Tudok egy kicsit minőségi videókat csinálni. Jó fel a jobb. Minden indult utána a legelején. A mód meg, hát gyerekek, szép meg jó meg fasza, de ez mindig is így volt. De marad leszek kíváncsi, majd a városokra leszek kíváncsi. És nem próbálom majd ezt így normálisabb minőségbe tényleg prezentálni nektek. Aha, a töltésre lejövünk, tehát a papírgyár lenne egyébként. Várják, közvágói? Közvágóhídnak is beillik. Nagyon sok a parkoló jármű. És a játék is eléggé nehéz. Amúgy. Aha, ez a közvágóhíd, a Duna. Akar lenni. Persze elnagyolt, de azért felismerhető. Ez is akarok sorozatot, hogy ki mennyire ismeri fel esetleg a városát, faluját, stb. Azt várom is, hogy ezt elvileg mi lehet csinálni okosba. Meg itt a kis Duna. Micsoda hajó? Eurolines. Elvileg. Ja, hol van ez a... Erre. Nem? De. Kevés a hely. A régen ezek a mappolások kamuk voltak. Most már nem azok. Meg is akadtam benne.
Na, ennyi srácok. Ez most a live csatira megy föl, de ugye a videós csatorna a másik. Csak rég volt ebből is videó, és szintet is léptünk. És be is jelöljük, ennyit haladtam. Be is jelöljük az értékes rakományt. Jó van srácok. Jelen voltam, hogy tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, ha szeretnétek infót kapni, mikor teszek fel újabb videót, mikor live azok, esetleg iratkozzatok fel a csatornára, akár minden kettőt is képben lesztek, nem maradtok le semmiről. További kellemes, balesetmentes közlekedést és napot nektek, sziasztok!